Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és örvendeztes világ, mert megjött a Black Ops 3, Call of Duty itt van. De azt kell mondjam, hogy a világ azért már nem örvendezik annyira, mint régen. Mondjuk mikor például kijött az MV2, akkor a világ tényleg ilyen katarzisban volt, és orgazmusok közepette, és minden fiúnak állt a farka, mert hogy itt a Call of Duty, de mostanra azért már... Már nem annyira, azt kell mondjam. A játék, amit láthattok, az, az még a bétából van, hogy egy tök jó sikerült játék, és azért is a bétából, mert ugye mondtam, hogy nem, nem, fogom megvenni már ezt a kodot, már nem hozzá a varázsd, és hosszú-hosszú évek óta ez az első olyan kód, amit nem veszek meg, és igazából nem hiszitek el, de egy hatalmas törés bennem, ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen élet, ciklus lezárul az, hogy nem fogok pénzt kiadni a és mind, még mindig hatalmas a kísértés, és az is lehet, hogy egyszer tényleg így megveszem, mert hogy csak úgy, mert miért ne, hogy meglejen a kollekcióba. Egyszerűen. Um, pedig már annyira, annyira dühös vagyok a kodra, hogy nem voltak képesek egy értelmes kodot kihozni éveken, éveken keresztül, és most itt volt ez a Black Ops 3, főleg a béta, és, és élvezetes volt, és uh, kevés is volt ahhoz képest benne a hiba, és, és hosszú idő után ez egy egész tűrhető kód volt. Lehet, hogy csak a játék heve volt, mert kód és szeretem, uh, és ezért is óva intelektiteket, de aki már nagyon aki van nagyon ott van, hogy én ma megveszem ezt a játékot, ma megveszem ezt a játékot, annak, annak már most ajánlom a g 2 at és igen, ott lehet normálisan bankkártyával is fizetni, nem csak PayPal-lel, mert fél árban van. Tehát nem ilyen 50 euró, mint ahogy a Steam-en van, aki digitálisan akarja megvenni a kodot, akkor az, az, azt, mondom, hogy jobban, jobban jár a g 2 val mert, mert, én nem tudom, hogy csinálják, de hogy már most fél adják a bo 3 at az, az szerintem tök jó ár, úgyhogy link ott van a leírásban, érdemes lecsekkolni. És a többieknek, akik még vacilálnak azon, hogy megvegyék, ne vegyék, meg jó -e ez a kód, és most itt főleg a PC-sekhez beszélek majd, én azt mondom, hogy így általánosan mindenki várjon. Mire várjon? Karácsonyra, karácsonykor jön a leakciózás. Várjátok ki azt a két-három hónapot, mert előbb-utóbb lemegy az ára egy adott pillanatra. Viszont ami még ennél is fontosabb, hogy lemegy az ára, vagy nem megy le az ára, az az, hogy, hogy mit mondanak róla majd a YouTube-osok, mert náluk van a hang, és hogyha két-három hónap után is azt mondják, hogy ez a kod igen, ez a kod jó, ez a kod élvezetes, ez a kod bugmentes, hibamentes, nincsenek nagyon túl fegyverek, mert OP fegyverek azért lesznek, de hogyha nincsenek nagyon túl fegyverek, akkor... És még így élvezi mindenki, és azt mondják, hogy... Habár ez már nem az a kód, ami kompetitíven uh, igazán kompetitív kap, hanem inkább szórakoztatásra jó. Uh, és hogyha azt mondják, hogy ez, ez mind megvan ebben a két-három hónap után is, akkor mindegy, hogy olcsózom, vagy nem olcsózom, azt mondom, hogy a kódot érdemes megvenni. Mert egy kódot érdemes volt régen megvenni, mert az év játéka volt egy hosszú évekig, és élvezni lehetett, és sokáig lehetett vele játszani, mert nem volt unalmas, és ez a leg, Nagyobb problémája manapság a kodoknak, hogy unalmasra válnak gyorsan, vagy éppen tele vannak hibákkal gyorsan. Sok hibával vannak tele, és, és emiatt a játékosok kezdik ott hagyni. És azt kell mondjam, ha bár én nem élveztem, de a világ nagy részre élvezte a Black Ops 2-t, és a Black Ops 3-ot viszont már én is élveztem, és azt hiszem, hogy egy, egy jó, jó kódra sikeredett eddig, a beta alapján, a videók alapján, amit láttam neten, és és most jöjjön néhány észrevétel, amit észrevettem, és néhány tipp arra, hogy azoknak, akik megvették ezt a kódot, legyen meg az a sikerélmény, mert ha már pénzt adtál ki, érte, sikerélményt szeretnél, és néhány gyors tipp arra, hogy esetleg megszereszed ezt a sikerélményt. Alapvetően a beta alapján, amit láthattunk, és azok a videók alapján, amiket láttam neten a többi pályáról, jól balanszolt pályák. Úgy értem, megvan az a tipikus három útvonal, és, és gyakorlatilag a három útvonal megfelelő fedezékmennyiség, ami, ami nagyon fontos egy jó balanszolt pályához. És, és ezek a kodnak a pályái eddig, eddig jól sikerült pályák. Szóval amire, amire érdemes figyelni, hogy növeljük a játékélményt, ne felejtsd el nézni a radart, beállítani magadnak készriknek az elején. Érdemes elmenni Dominationre, hogy gyorsabban megtanuljuk a pályákat. Nagyon lényeges dolog abból a szempontból, hogy killeket és sikerélményt szerezünk, előcélzás. A kitérünk egy sarok mögül, mint ahogy én is itt tettem egy pillanatra, rögtön célozva térünk ki, számítunk az ellenfélre le, hogy le tudjuk lőni. És sokat számít az, hogyha előcélozva térsz két sarok mögül, millisekundumokat számít a sebességedben, plusz abban is, hogyha még a pinged is magas, még azok a millisekundumok is eltűnnek a ping közti különbségek, és egyszerűen tudsz gyorsabb lenni. És sokat számít, hogy megszerezd azt a készlítget, sokat számít, hogy, hogy növelje uh, azt a bizonyos uh, siker élményeket, Újak vagyunk még ezeken a pályákon, válasszuk a szélsőbb, a legszélsőbb útvonalakat, és a középen e, lévőket próbáljuk meg. E kilőni. Ha foglalunk egy pontot, akkor persze igyekezzünk megvédeni, utána hagyjuk, hogy jöjjön rá az ellenfél, kezdje elfoglalni, utána lőjük le, vagy hagyjuk, hogy elfoglalja, utána lőjük le. Sokat, sokat, sokat számítanak az apró mozdulatok abban, hogy sikerélményetek legyen egy játékban, vagy egy ilyen kod multiplayerben főleg, és, és, ez minden. Ha megvan a sikerélmény az elején, azt, azt hiszem mindegy, hogy milyen lesz a játék, bagos, nem bagos, szar, nem szar. Uh, szeretni fogjátok, és mert a játéknak ez a mindene, a sikerélmény. A másik dolog, miről is szerettem volna még beszélni, Ja, igen, megvan az útvonalak használata. Most ez a egy kicsit átalakította a szabályokat, megint csak. Nem olyan, mint az Edwin Sorcerer, amitől a háttérben futkos a ször, hogy össze-vissza lehet itt ugrálni. Itt most van a, megvan a lehetőség az ugrabugrása, de nem olyan mértékben, mint régen, ezért az emberek inkább a földön fognak mászkálni. És természetesen vannak parkörű útvonalak, amiket, hát, ha emlékeznek még a régi videómban, mindig mondtam, hogy használjunk fel különleges útvonalakat. Na most ezek a parkörű útvonalak lesznek egy bizonyos szempontból ilyen különleges útvonalak ebbe a kodba, és minél különlegesebb útvonalakat választasz arra, hogy hátba támad az ellenfelet, kicselezd az ellenfelet, annál uh, jobban fog uh, menni ez a játék, mert a játékosoknak a különleges útvonalak kiesnek a szemen kívül, mert nem azt keresik, és hogyha kevesebb halált akarsz, de több meglepetést az ellenfélnek, akkor érdemes egy kicsit rászoktatnod magadra, hogy ne frontálisan menj a csatába, nem mindig a birkákkal mozog a pályán, hanem kiválasztod azokat a bizonyosabb, különlegesebb útvonalakat, és akkor gyakorlatilag egy kicsit jobban Fog menni a játék, többször tudod majd az ellenfelet meglepni, többször tudsz a hátukba menni, de igyekez megválasztani azokat az útvonalakat, ahol, ahol nem szoktak tipikusan mozogni a játékosok. És most már ez játék elején könnyebb is megcsinálni, mert az emberek tanulják a pályákat. De a pálya széléhez való ragaszkodás amúgy. Ha egy kicsit a pálya széléhez ragaszkodsz, csak akkor mész be középre, amikor úgy érzed, hogy biztonságot, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ha itt megfigyeltétek ebbe a videó is, és én is többnyire a legtöbbször a pálya szélén mozgolódok, és ott próbáltok a, 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 játszani, hogy egyrészt jobban, nagyobb terepet átlássak, és amúgy eléggé jó stat belőle, azt kell, hogy mondjam. És, és ez, ezek lennének a friss új tippek, és a kérdések pedig a következő. Ki vette meg? Miért vette meg? Van-e még hitetek a Call of Duty-ban? Mennyire élvezitek, aki megvette ezt a Call of Duty-t? Mit gondoltok, hogy mennyivel jobb, mint az elmúlt három Call of Duty? Vagy netán nem jobb ez, mint az elmúlt három Call of Duty? Mi, mit gondoltok róla? Mit tapasztaltok? Hogy érzitek magatokat a játékban? Kérlek válaszoljatok ezekre a kérdésekre, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, és szívesen uh, anekdotáznék róluk majd a single playerben, amikor uh, fel lesz töltve. Köszönöm a figyelmeteket, és hát, Duty-ra fölvilág, sziasztok!